Sziasztok, itt Uwe után folytatjuk a Phoenix Wright Ace Attorney Justice for All-t. Az előző részben egy fájdalmas perben lehetett részem, ami még mindig tart, és most az első perben a második részével folytatjuk. Tehát kiaggatjuk itt Lotta Hartot, de az ügyész még itt is le fog ostorozni, úgyhogy folytás. Június 21, 11 óra 37 perc. Közel volt. Tudom, hogy minden beleadsz, hogy megvédj. De én hiszem, hogy a halás ítéletemet elkövetem. Úgy éreztem, mint a közel lennék a haldokláshoz. Elég remek voltak. Hallgattad óvatosan, te elméleteket csináltál, és trükköztél mindenkinek, hogy higgyenek neked. Kösz. Fáj. Trükközni? Ez bizonyára az ügyvéd titkos technikája. Egyébként... Azt nem tanul, az a kire gondolt? Igen, biztos, hogy Lotta Hart. Ne feledd, emlékszel még ilyetet, hogy megmentesz? Tudjátok, mit mondtad? Ha veszítesz, a szellemembe utána jön a nővérem együtt és levadászik. A nővéret, úgy érted, misztikus Mia? Igen. Emlékszel rá, ugye, Pearly? A nővérem szuper jó ügyvéd volt. És négy tanára volt. Nem tudtam. Június 21, 18, 43 perc. Nem megint leostoztam. Ugye felvétlek léjött? Milyen pácsot osztogat, hívja a szemtanút, és ő jön a csendben, és figyeljen, mint egy jó fiú. Urám, azt az ügyésznőt. Figyeljétek ide a fotográfust, aki a csatornázást nem tudja lehet. Tadu, nevetés, foglalkozást, ha kiéletem. De Phoenix, eltelt a figyelmét. Hogy de volt más hatással, te most megkapod a magad is. Most őt is leostoroztam. Na, most megkaptad ezt. Az erőszak az én felőm magamba. De az, hogy ez rendben. Rendben? Ez nincs rendben. Ez egy ostor. És másodszor is leostorozta. Megint ostobázott. Most dobám meg, most dobám bolondoknak. Most tereli a szót. Még nem mondtad el a nevét. Még nem mondtad el a nevét, meg a foglalkozását. Így ijeszti meg.
Boldog család! Az ügyész nővel nem lehet boldog család senki. Hogy a doktor is a vádlott volt a csatornázó kamrában. Vártunk kívül, az ajtón kívül, aztán bang! Hallottuk a lövést. Mr. Ügyvéd betörte az ajtót, és betörtünk a szobába. Így halott áldozat volt belül, és a vádlott pisztolya. Megesküdött rá, hogy nem volt más valaki abban a kamrában. És hogy van fényképed is erről a gyilkosságról? Hát lászer igen. És megint leostrozta. Pedig ez nem is érdekelte. Most csak egy fotót fog mutatni, amiben nem látni az igazi arcát. Csak az, hogy magasabb. És ez egy bizonyíték arra, hogy ketten voltak. Csak hogy az elmondását nem található meg. Hogy készen állok? Hold it! Biztos ez? Hogy miről beszél? Na, a tessék ezt is tudja, az már pek! Azok, hogy én válaszoljak. Csak különösen ellent vallok. Én csak nem tudom, mit beszélek, ez a gond. Hold it! Hogy tényleg lövés volt? Na, ez titokozik. Meg ezt is tudja, baszki! Mert el is azt akar, hogy én válaszoljak. Mert nem tagadhatom le. Hold it! Aj, ne már! Hát te ezeket én kezdkérdéseket feltenni, de úgyis csak így tudja, így tudom folytatni az észét. Hát igazán kemény tétel. Ilyet szívesen látom. Hold it! Ez ebben biztos. Press harder. És emlékeztetés. Amikor fotózott.
Ez volt a remek alkalom neki, amíg, hogy fotózzon. De azt nem tudhatja, hogy valóban marad. De akkor miért tudhatta? Egy pontos valomás tegyen arra, azért van itt. Bocsi. Hiányos! Hát ez... A hajából látható, hogy azt gondoljuk, hogy Maya. Viszont így, hogy hiába mutatok, az nem ér semmi. Mokem, egy dímt a boszorkánynak. Igen, boszorkán, de... De hogy itt elmondhatok, biztos, hogy az. Hát ezt tudjuk, hogy nagyon sötét. Próbáljuk meg ezt. Na ez olyan fogalmazás. Csak egyszerre nézett ő. Nem látod. Nem volt ott látható semmi. Oké, problémák. Valamásában sajnos nem találni hibát. Bizony, bizonytívok nem érnek semmit. Hát nem azt, hogy ő volt, de... De csak egy követet. Nem hagyhatnám ennyiben. Ha hibát követek el, a bíró ellen fog. Sajnos nem tudok bizonyítani semmit. Ha mutatok is, beszopom. Úgyhogy nem tudok húzni semmit. Feladni egy fenét. Csak nincs bizonyítékom. Fenére, ilyen esetben... 100%-osan! Egy lófasz! Még nem adtam bele minden elmet. Kezdi már tehetetlenek érezni magát. De... Egy ügyvéd akkor is mosolyog bármilyen rossz is. Mi a fej? De ezután... Pearl idézte meg magán mi a fej. Ez a Maya volt most Pearl.
Tehát föl is tudja azt, amit Maya. Ebben időben van. Hát elég kicsi a ruhája. Hát minden előmet kihasználta a kézműt. De még mindig a kezemben van. Mit mondott tegnap? Na, itt van egy ellentmondás. A fotóban van a hiba. Hogy még egy vonomást kéne tenni. És ezt nem tudni, hogy a szándékosan csinálja. Hát de biztosan van valami hiba a vonomásában. Hold it! Olyan bíró! Tegye még egy vallomást. Mit mondtál, hogy felülbírálod? Ennek aztán véget akar vetni, az biztos. De az ügyésznő ragaszkodik hozzá. Hogyha a bíró mellett állt volna, biztosan már vesztettem volna. Mert ő úgy gondolja, hogy Von Karma ügyei mindig tökéletesek, és... Na, pontosan ezért kellett, hogy kemény legyek. Ha látja bennem, hogy még mindig be akarok adni valamit, akkor... Akkor az még hajlandó meghallgatni. És azt kihasználni. Fogd be! Jó van, egy új vallomás. Tehát ez az ügyésznő egy gyenge pontja, hogy szeretné meghallgatni, hogy mit akarok még mondani. Ezt kell még kihasználni. De ezt kétszer fogja bevetni, tehát egyszer már bevetettem, így most bevet... A második például majd beveti újra. Arról kéne beszélni, hogy mi történt miután, de betöltünk a kamrába. Hát legyőztettem a bírót, de az olyan Von Karma ostora volt. Bizony, itt két szavazat nyert. Bíró ellen volt, de Von Karma ragaszkodott a szavamhoz, tehát így lett ebből kettő egy. Tehát, mit is mond, amikor betöltünk abba a szobába, Majára koncentrált. Hát jó megijedt a holttestől, nem figyelt oda. Az elmek és a vére nagyon... attól valóban rosszul lehetett. De Majára... Majánál már használta a kamerát is, lőtt egyet. Hát de nincs sok különbség, de... Most kell kihasználni a lehetőséget. Hogy hasztalan! Ezt... ezt még megbánod. Megbánod még, hogy leostroztál. Hold it! Kettőt, ugye? Kettő mit? Két lövés. Tehát két...
Szép fényképet csináltál. De csak egy volt bizonyítéknak kitéve. Hol a másik fénykép? Mint tévedtek, ez nem én vagyok. Nem vagyok gonosz. És miért nem mutat meg azt a képet? Ez nem egyértelmű? Az ügyésznő mondta, hogy fogjam be. Mi? Szóval von Kármánál van a bizonyíték. Szóval egy kritikus bizonyítékot rejtegetett az ügyésznő. Na, ebben a csodában aztán beleestél. Ez bizony megbocsáthatatlan, nem igaz? Come from. Most az ügyben azt akarná, hogy az ügyész megmessék a bíróságot. De nem olyan könnyű legyőzni. Ezt nem mondod komolyan. De rejtegettél egy bizonyítékot szándékosan. És ez nem fair. Hogy ügyvéd vagyok, vagy iskolai gyerek. Hogy mi azom-e? Most úgy vágja ki magát ebből, hogy azt gondolta, hogy az nem fontos. És hogy nincs rá szükség. És miből gondolod ezt? A képek majdnem vagy kicsit ugyanazok. Tehát mit számít a másik? Hogy ezt problémás volna. De megmutatni bizonyíték. Ha várni akarod, akkor megmutatod. Látjátok? Na ez az a bizonyíték, amit az ügyésznő elrejtett. De ebből viszont már van ellentmondás. Tehát nem úgy néz ki, mint Maja. Ideges amatőr! Hát ez láthatóan nem Maja. Mit jelentsen ez? Meg kell győzni, hogy nem Maja. Bizonyára össze egy csere lehetett. Hát megcsináltuk volna ezt. De azt mondja, hogy puhány vagyok. Hogyha puhányabb vagyok, mint Morgan Fay-nek az eples desszertje. Ugyanis az ügyésznő még mindig mosolyog. Volna akkor aggódni.
Hogy nézzem meg jól. Mi? Az egész többi két kenet is. A büntetők centerből. De fotózott egyet. Hát ez minden tudod. Hát ez ő minden tudod. Arra az idézésről. Tehát itt már okosabb, mint Márta is föl. Hát ezt is tudja, amit Mars Edgeworth még az észletörnőben nem tudott. Tehát amikor... Már megidézte Miát magán, ezért... Már készült egy kép. Tehát kihasználta az előnyeimet megint. Csodálkozik azon, hogy tudja, hogy mit csinál. Egy privát látogatásról képe készíteni illegális. Nem elfogadható bizonyíték. De még elég maga biztos. Hát beismeri, hogy az, de... Elsőre nem is akartam volna mutatni bizonyítéknak. Hogy az övé lett ez az ügy, amikor mutatta azt a képet. De ez az agy... Bírónak az agyá... Az elméjébe kerülheted most már... Mindörökre. Most, hogy már tudomást szerzett... Arról a... Csatornázásról. Azt mondom, hogy nem már fej. Az ügyész azt mondja meg, hogy a... Véget ér a fel, hogyha feladom. De ha rosszat mondok, az büntető. Be kell bizonyítanom, hogy nem ő az. Egy kritikus elmondás szerepel ebben. És mi az a elmondás? Az elmondás pedig itt van. Take that! Most szentétek figyelmete erre az újra. Pontosan ez a furcsa, hogy nincs ott semmi. Ami hiányzik benne... Halálbecsülte, ugye? Egy golyósjuknak kellett volna ott lennie. De akkor képen kellett, hogy legyen. Tehát ez fontos bizonyíték volt. Kapnál ezért büntetőt. Hát le lenne okom ögni, de sajnos még ünnepelni semmi okom. Csak hogy még mindig mosolyog.
ugorni a befejezést. Még mindig ostobánk az. Hogy kapott volna a jelentés, hogyha... Hogyha nem vették volna figyelembe, vagy se. Csak ha figyelembe vették volna, már kapott volna a jelentés. Tehát ezt nem tudta volna semmiképpen, hogy ez hiányzik. De minden tudhatok bizonyára. Ezt még nem bizonyíthatom. Hát ne nyugodzzal a tökéletes ügyény. Hogy nem kell aggódnom. Hogy a büntetőt kéne kapnom. A detektív egy kegyetlenül elosztott. Látjátok milyen kegyetlen az a detektív. Egy nagy probléma van itt. Hát ott volt egy lyuk. De ezen nincs. De itt nincs semmi. Egy pillanat. Hát a bio bizonyára meg van zavarodva. Itt az lehetőségem. Egy lövéssel el kell intézni ezt a dolgot. Egy magyarázat van erre. A lövöldöző más lehet. Kocsiban! Egy katasztrófa! Nem, hogy átnál? És megjel elosztorozza. Igen, szóval, hogy ő említette azt, hogy ketten voltak ott. És hogyha hazudsz, akkor lehozod nagyon durván. Megijedtem. És már hamarsz is lehozodva. El is kell még magyarázatot mondanom. Hát most nagyon az lett. Meg van ilyen, az biztos. Most kikérdéssel kéne keresni a vált. Hová tűnt a váltat? És a másik... Honnan jött az a személy? Erre kéne válaszolnom. Már ő is teljes nyelven szólt.
fenét! Na, adott ez egyetlen. Igen. Sok. Meg. Hogy hol négy jött az a metalakodó? És hová tűnt Maja? Egy új egységes választ kéne adnom, hogy ő... hogy várjanak az ítéltel a következő napig. Szóval időt kell nyernem. Tehát úgy kéne gondolkozni, hogy tenne, mi van akkor, mielőtt még betöltünk. A harmadik személy az a szobában lehetett. Vagy mi van akkor, hogyha Maja elhagyhatta azt a szobát? Ha egyiket be tudom bizonyítani, akkor igaz lehet az elmélete. Ezt váltottam, de arra viszont tékot nem tudok mutatni. Ezt meg nem választhatom. Úgyhogy így válasz van, Maja elhagyhatta a szobát. Na, ezt tudom bizonyítani. Milyen ostoba bolond csinál ostoba arcot, amíg álmodik ostobán és ostobán álmokat. Már bizony a Morgan figyelhette. Kicsi az esélye. Ezt is be kell bizonyítanom. A kérdése a válasz. Take that! A kulcs. Emlékszel a kulcsra? Na igen, emlékszik. Mert elkezdődött volna a csatornázás, majd bezárta az ajtót belülről. Tehát ezért nem tudok van kiinni. És csak egy van belőlük. Na itt az Na ez már felbozol az idegeit. Hogy miért van az... Miért van nálam az a kulcs? Tehát már... Már félni kellett volna, hogy legyen a kulcs. De eltartóztatásokból már nem volt nála. Egy kislánytól kaphatta. Tehát ő is büntény helyszínén lehetett. Hogy abszurd! Tehát ez bizonyítja, hogy lehet, hogy elhagyta a szobát. Ha nem, akkor nem lett volna nálam az a kulcs. Alábecsültél engem, az biztos. Ez oké, megmutatta a gyilkos arcát, viszont
Azt kéne megtudni, hogy vállalt-e vagy se. A védelem azt mondja, hogy nem. És a kulcs is ott van már bizonyítéknak. Hogy hogy lehet ez? Így nem tud ítéletet mondani. Egyszerű, csak akkor nyerhetsz, hogyha vádlott tényleg bűnös. Ne adj azt itt, hogy nyertél, Phoenix. Én csoda vagyok, és sosem nyertem. Vesztettem ügyet. Nem fog, hogy nem fog annyi legközel nyerni. Elnézs rám, hogy nem hagylak nyerni. Hogy a lobbyban folytassuk a beszélgetést. Tehát holnapra tartogatják a második pert. A tárgyalás elkezdi. Wow! Te volt az, Pearly. Megidézted a nővéret. Hát nem volt más választása, értitek, ugye? Tehát ez azt jelenti, hogy Pearlynek köszönhetem, hogy tudom folytatni. Pearl nélkül már elvesztettem volna a pert. Hát ugyanúgy görges, mint Maya. Bárki nem csinálhatta volna. Hát én szemkeményen próbálkozik. De nem emlékszik, ahogy állhatta volna a szobát. De nem, ő még nem emlékszik egy harmadik személyre. Hogy oda mehetett volna. Tehát, hogy holnapig van lehetőség, ezt átgondol. Tehát például, hogy mi történt abban az? Kösz! Ez az, hogy vigyem haza Pearly. Kézzel átvenni néhány gyöfiget? Dicket! Hogy mondjam ki? Még azt sem tudja, mi az a jegy. Folytatjuk. Jó, most látok, tetszett, ne felejtsétek el feliratkozni. És legközelebb a másik nyomozással folytatjuk. De még több bizonyítékot kell akkor összegyűjteni. Úgyhogy ennyi volt mára. Sziasztok!